Tépőzár címenyílt kiállítás a Mang Galériában Szentendrén, Krnács Ágota és Orosz Lajos képzőművészek alkotásaiból. Aki szeret mosolyogni, örülni, bánkódni, sírni, de leginkább a világban, érzésben is létezni, azokat szólítja meg a két művész. Őket pedig most Kecskés Barbara hogy lett tépőzárra mostani kiállítás címe, fordulok Orosz Lajoshoz. Minden kreatív dolognak a hiány volt a kihívó oka. Nem volt egy cím, amivel elnevezzük ezt a tiszteltes meghívást, amit kaptunk a Mangalériától, és a helyzet nagyon érdekes, mert nagyon hirtelen kellett kettőnknek összekapcsolódnia és gyorsan megcsinálni a kiállítást, és ez nagyjából olyan művelet, mint a tépőzár. Mi külön alkotunk, mind a kettő külön egyéniségek, igazából mást is csinálunk, de így a kiállításban mégis valami, egy új minőség hoztunk létre úgy terveztük, hogy a, a, katalógusaink, amire ha pályáztunk, csak sajnos nem sikerült még annyi pénzt összeszednünk, hogy a két művész katalógus az tépőzárral kapcsolódik össze. Hogyha a művészettörténeti kategóriákban gondolkodunk, és fordulok itt Cseh Boglárka kurátorhoz, Orosz Lajos és Krnács a munkáit, hogy lehet körülhatárolni? Kicsit jobban is ismerem őket, mint ahogy az egy kurátortól elvárható, és így szinte sérül az objektivitásom. Én azt gondolom, hogy ugye, ennek a kiállításnak a címében a tépőzár, így a munkáikban is van egyfajta ilyen balansz jelenség. Ágott a elektronikus, grafikus nagyon szépen rímel Lajosnak erre a kicsit impressionista, szép, színes, érzékeny világára. Mindenkinek azt javasoltuk, hogy nézzék meg, és hagyják, hogy hasson rájuk ez a kétféle látásmód. Veszélyesen derűs Knács Ágott művészete a művészhez fordulok, ez mennyire igaz? Ezt a bélyeget én megkaptam, és nem tiltakoztam ellene. Ez szerintem a szürreális látásmódomból fakad, illetve van egy ilyen groteszk világképem, amit szeretek használni mind a Elektrográfiáimban, grafikáimban, vagy akár azért szoktam festegetni is, témától függően, de az, hogy valahol megjelenjen a humor, vagy ez a groteszk vonal, ez mindig jelentkezik nálam. Milyen technikákkal dolgozik? Nekem a rajzolás az, amiben ki is tudok fejezni, illetve hát alapja mindennek, akár festészet, szobrászat, vagy hát akár építészetről beszélünk, és én ezt szeretem is megmutatni, hogy Sokat foglalkozom magával a vonallal, és ezt akár digitálisan is, ha számítógépes grafikákban gondolkozom, akkor ott is azért nagyon sokszor vonalhálókat, építek, illetve ha figuralitásban, akkor is ott megvannak a éles kontúrok és vonalak. Ez a képi világom. Hogyan születnek oroszlajos művei, munkái, akár amik itt most láthatók a galériában? Én festő vagyok alapvetően Ágotával, nem ellentétben mellettem, mert el, a két dolog az nem ellentétes, vagy Ágota mesélte. Én a technikából adódóan gyors festő vagyok. Szoktuk mi volna, hogy egy születnek a művek, de ezek akvarelfestmények, bármennyire nagyméretűek és bármennyire vásznom vannak tulajdonképpen a Bogi idézte a, a, a alkotói programomat, amit egyszer be kell nyújtanom egy pályázathoz, hogy festek, gondolkodom és nézek, és gondolkodom és festek és nézek. Amíg megszületik, az rövid idő, és nagyon gyorsan megy a művészet, de amíg eljutok odáig, hogy a gondolatom olyan tisztaságá válik, ami képileg is megfogható, hát az bizony van, amikor hónapok. A kiállítókat hogyan tudja segíteni a művészeket a mank? Nagyon fontosnak tartom azt, hogy mi sosem minősítünk. Másrészt az alkotó művészeket és az alkotó művészetet is támogatjuk, sokféle módon egyébként. Például műterem lakásokra lehet pályázni nálunk, vannak különböző alkotóházaink, illetve van 12 féle alkotóművészeti művészeti ösztöndíj pályázat, amit mi kezelünk az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából. És természetesen van egy galériánk a Szentendrei Régi Művésztelepen, ahol két-három, négy hetente változó kiállítási helyszíneket biztosítunk azoknak, akik minket megkeresnek. Ezt a 170 négyzetméteres Elítóteret a rendelkezésükre bocsátjuk. Orosz Lajos egy nemzetközi művésztelep vezetője is. Ez Ez ugye Splittel szemben van egy Brács nevű sziget, és ott van egy kis falu, ami vajon megragadott már hosszú évek óta, és megálmodtam, hogy tetszel lesz egy művésztelep, és az álom tavaly először, idén már másodszor így, most már azt mondom, hogy de abszolút teljesült. Minden tulajdonképpen magyar résztvevő az egy orosz művész kivételével valamilyen nemzetközi tanulmányokat folytatott a művészettudomány vagy művészet területén. Ezek a művésztelepek hogyan segítik hozzá a művészt az alkotáshoz? Teljesen más. Egy ilyen környezetben alkotni? Szerintem ez emberfüggő olyan szempontból, hogy sokan szeretnek pont azért egy hétre, tíz napra összeverődni más hasonló alkotó alkotóemberrel, mert egyrészt inspirációt jelent ugye a másik művésztől, illetve az, hogy ő maga megtudja, hogy ő hol áll a saját életútján. Tehát ez egy tükörkép is a művészek számára. Sokan szeretik, sokan annyira. Nem, de nagyon sokan ezt lehetőségként fogják föl, mert ugye egy új inspirációt is jelent maga a hely, a helyszelleme, meg hát mondom ez a, az embereknek egy röpke kapcsolódása mi is egy ilyen művésztenet, szerintem ilyen legendák élnek, de igazából teljesen egyszerű dolgok. Például van egy olyan program, hogy volt egy este az a szakmai programok közül, amikor minden művész leült a kivetítő mögé, a számítógépén, és akkor bemutatta az eddigi alkotását, és lehetett kérdezni, megbeszélni, hogy gondolja, mint gondolja, mi a művészi hitvallása. Szerintem csúcspontja volt a tábornak, ott van még egy csúcspontja, a közös kiállítás rendezés. Én mondjuk annak a híve vagyok, hogy ne a művészi hanem egy közös döntésben szül meg, hogy melyek azok a művek, amelyek a különböző helyről érkező alkotókat egy kiállításban rendezik, ami tulajdonképpen abban a pillanatban már nem külön-külön művekként léteznek, hanem van egy művésztelep, aminek van egy közös művészi mondani valója, és formálódik közben a következő, tulajdonképpen kialakult, vagy már nagyon úton járó művészek érkeznek, de mégis valami egybe rendezi egy idő múlva egy téma, és vannak ennek nagyon jó magyarországi példái, akár történeti időtában, akár most a kortárs művészetünk. Ben. Tulajdonképpen magára az alkotása csak pár nap marad, viszont az meg száz százalékon zajlik. De ez Igen. valószínűleg a helyfüggetlen is. Tehát lehetne Igen. ez a Hortobányon is, Abszolút. ez a tábor. Igen. Ez ha az van. ember odaérkezik, akkor az útporát, az otthoni dolgokat, a mindent így leteszi, és kvázi újjászületve egy Igen. nagyon pörgős időszakot követően tesz le valamit a vászonra, vagy a papírra, vagy bárhova. És ez tényleg nagyon izgalmas, amúgy. Az én életemben a művészterpek, amik india egy újak, tehát nem egy művészterpet, eltöltött sok idő, hanem egy új művészet, az mindig egy ilyen új világot teremtett bennem, és azt hogy jól le tudom határolni, hogy mondjuk Svédországban jártam, Szereden jártam, Barcsol jártam, Spiszkán jártam, azok mindig valamilyen módon egy valamilyen új, azt nem merném mondani, hogy a művészet történet dolga, egy új ír belső irányt, vagy egy új stílus teremtettek bennem, de hogy lehatárolhatók, vagy elhatárolhatók a született művek, az biztos, és valahogy én nekem mindig frissebbek. A műtermekben az ember elfárad. Fekete György volt, aki megnyitotta a kiállítást. Nagyon jó gondolat volt, hogy a kiállítás nem most van. A kiállítás a műteremben van. Az egy magányos meló. Ott egyedül vagy az anyaggal, meg a gondolataiddal. Jó esetben van egy kis zene, vagy a kutya, vagy a bor, vagy a nem tudom, szóval van valami közeg, vagy egy könyv, de magad vagy, és abban senki nem segít. És van egy ünnepi pillanat, ami ennyi, tehát a művészet szempontjából gyakorlatilag 5 perc, vagy 15, amit feszengve végigállsz, mert hogy azért ez egy ilyen keresztre feszítés a maga módján, és akkor utána újra visszamész a műterembe. A művésztelep ettől ezért más. Én nekem például nagyon sok sorozatom onnan indul. Utána uh -huh. kiforja magát egy-két évig is akár eltarthat, de a fő gondolat az ott születik ebben a furcsa stressz helyzetben. Azok a művészek, akik vizuális művészek, mint amilyen Ágota és Lajos, ezt most is megélik itt a stúdióban, hát a saját munkáikról mindig nagyon kedves alázattal beszélnek, de tényleg meg kell nézni ezeket a munkákat, és akkor rögtön érthető lesz. A Szentendrei Mank, azaz a Magyar Alkotó Művészeti Közhasznú Nonprofit Kft. galériájában Körnács Ágota és Orosz Lajos rajzai és festményei láthatók még július 25-ig. Ezekről hallottuk mindkettejüket és Cseh Boglárka kurátort.